Újraindítási adót vezetne be Karácsony Gergely, ami az 5 milliárd forintnál nagyobb iparüzési adóalappal rendelkező vállalkozásoknak lenne kivetve 0,5% méretben. Elnök úr, ez már egy kicsit hasonlít az önök válságkezelő programjukhoz, vagy mégsem? Nem, ez egyáltalán nem hasonlít a munkáspárt programjára. Két különböző dologról van szó. Ugye a kormány eddig azt tette, hogy a bankok egy részét és a nagyvállalatok egy részét megadóztatta. Egészen pontosabban azt mondta, hogy fizessétek be most azt az adót, amit majd egyébként évek után kellene befizetni. Valójában tehát nem fizettek semmit, csak egy előrehozott fizetés történt. Amit Karácsony úr javasol, az megint csak a vállalatokra vonatkozik, a vállalatoknak egy bizonyos kategóriája. A munkáspárt egész más mond. Osztozzunk a terhekbe. Ugyanis amikor én kimegyek a piacra, és most vasárnap 750 forintért árulták a szilvát, akkor azt mondom, hogy tőlem vesznek el. Amikor bemegyek a gyógyszertárba, és a legalapvetőbb dolgokért ezreket hagyok ott, akkor megint azt mondom, hogy tőlem vesznek el. Akkor mondjuk azt, hogy osztozzunk a terhekbe, a milliárdosok személyesen, mint tulajdonosok fizessenek szolidaritási adót. Azok a milliárdosok, akiknek a vagyona több mint 1 milliárd. Nem az üzletből, nem a vállalatból, hanem a saját vagyonukból. Ez jelenti azt, hogy fizessenek a gazdagok. Vidékre, Budapestre, kerületre, piacra, utcára, én mindenütt elmondom. Sok televízió állomásban már megjelent az én hírem, megjelentek természetesen interneten is, és gondolom, hogy a miniszterelnökségben se nyelték le azt a levelet, amit a munkáspárt elnöke küldött. Csak nem érdekli jelenleg a kormány. Ma a kormány politikája az, hogy fizessenek a dolgozó emberek, fizessenek a szegények. Mi meg azt mondjuk, hogy itt az ideje, hogy a milliárdosok fizessenek. Hiszen hát látjuk, hogy a kórházak fenntartása, a rendkívüli fizetésemelés, amit az orvosoknak adnak, a koronavírus elleni gyógyszerek, illetőleg az oltóanyagnak a kitermelés, hát ez mind pénz, hát nyilván nem a miniszterelnök fogja a zsebéből fizetni. Tehát nem mi akarjuk fizetni, hozzuk meg a terheket. Egyébként minden nap tényleg megnézem a postaládát, hát ha jön a miniszterelnök levele.